Szép jó napot kívánok, akkor ismét, és már is folytatjuk a beszélgetést. Ugye az előző társaságban Sali Noémivel és Nyári Krisztiánnal sokat emlegettük a Karinti családot, úgyhogy szeretettel köszöntöm Karinti Verát és Leány gyermekeit, kérek nekik egy tapsot. Ugye Vera Karinti Frigyes dédunokája, Karinti Ferenc unokája és Karinti Márton leánygyermeke. Így jön a család vonala, és innentől azért adódik az első kérdés, hogy mikor tudtad te meg, hogy Karinti vagy, és ez egy kicsit más jelent, mint hogyha esetleg más vezetéknevet viselsz. Hát ezt üdvözlöm a kedves nézőket. Ezt már az elejétől tudtam, tehát a nevet tudtam, szépen bemondtam már az oviban is, de hogy mikor tudatosult, szerintem igazán az édesapám halála után, 3,5 évvel ezelőtt. Akkor jöttem rá, hogy mekkora súly van rajtam, hogy most már csak én maradtam, meg majd a lányok persze, hogy én viszem tovább ezt a nevet. Tehát akkor tudatosult, hogy előtte is mindig... Tehát azért úgy az emberek, amikor bemondtam a nevemet, akkor úgy néztek rám, úgy hirtelen másképp néztek, pedig én sosem éreztem azt, hogy más vagyok. Tehát nekem ez olyan természetes volt. De hogyha az ember ezt a nevet viseli, akkor nem tudom én, mondjuk éreztél-e olyat, hogy mondjuk hogy valaki mondjuk azért akar veled ismerkedni, mert te egy Karinti vagy. És nem féltél-e attól, hogy nem te érdekled önmagadban, hanem ez a mondjuk a karintiság? De hát ettől féltem, és ezzel szembesültem is többször, igen. Tehát azért tudom, hogy kik a barátaim, az igazi barátaim, és kik azok, akik érdekből barátkoznak. Aha. De ez tényleg nehéz, sosem lehet tudni, de bízom abban, hogy azért önmagamért szeretnek. A Karinti név hallatán láttam az arcukon a különbséget, mert a nyelvtanár is vagyok egyébként, meg énekesnő, és amikor nyelvet oktatok, akkor először nem tudatosul bennük a név, azt gondolják, hogy csak érdekes egybeesés. Utána, amikor néhány óra elteltével rákérdeznek, hogy ez az a Karinti, akkor már rögtön másképp néznek rám, és hirtelen nagyon érdekessé válok. Igen. Mondtad az előbb, hogy énekelsz is, de nem csak énekelsz, hanem magad is írsz verset, egy ilyen nagyon különleges műfajú verset, aminek az a neve, hogy haiku. De egyrészt mi az a haiku, te milyen verseket írsz, és mit énekelsz? A haiku egy japán versforma, 5-7-5 szótagból áll, és az eredeti japán haikuknak nincsenek címeik, és nem is rímelnek. Az európai haiku egy kicsit más, és ráadásul én létrehoztam egy haiku füzért, aminek az a lényege, hogy több haikut összerakok, csokorba szedem őket, és minden harmadik sor rímel. Tehát egészen európai formája lesz. Ez egy japán versforma, és az a lényege, hogy 17 szótagba, tehát 5-7-5 szótagba bele kell sűrűsíteni valami fontos gondolatot, és ez elég nehéz, hogyha így belegondol mindenki, hogy 17 sorba valamit, hogy csak a lényeg legyen benne, semmi más. Neked ilyen könyved is van. Igen, megjelent egy haiku kötetem 2 évvel ezelőtt, 2000. Vagyis hát most már majdnem három, 2020-ban. És igen. Mi ez az éneklés? Az éneklés pedig Bornai Tiborral volt egy műsorunk, hát 5 évvel dolgozom együtt vele, és volt egy Hinta és a Tulipán című estünk, amely azért volt érdekes, mert részben a karintiakról szól, de nem teljesen. És a Karinti Színházban még édesapám adta rá az áldását, ami azért nagy dolog, mert én a Karinti Színházban sosem léphettem fel előttem. Mindig azt mondta Marci, egyébként Marcinak szólítom. Miért hívtad apukádat Marcinak? Ez valahogy így alakult ki. Uh-huh. Nem tudom, sosem hívtam apunak, mindig Marcinak, és nem zavarta, mindenki úgy hívta. Szóval ő mindig azt mondta, hogy
Vera, én nem fogom engedni, hogy a színházban fellép, nehogy azt mondják, hogy benyomlak, hogy protekció van, hogyha te tehetséges vagy, akkor ezt kiverekszed magadnak. És akkor bejött Bornai Tibor az életembe, és ő hitt bennem, és összeállított egy gyönyörű estet, és édesapám beült, ő volt az első tesztelő. És azt mondta, hogy na ez igen, ez mehet. És ment is egy éven keresztül havonta a Karinti Színházban ez a műsor. Aztán ezt tovább fejlesztettük, és most van egy olyan estünk, hogy 5 Karinti és én. Ez már teljesen csak kizárólag a karintiakról szól. És az 5 Karinti az úgy áll össze, hogy Karinti Frigyes, Karinti Ferenc, tehát a nagypapám, Karinti Márton, az édesapám, Karinti Gábor, ő Frigyesnek az első házasságából Judik Etel-től született fia. Judik Etel sajnos nagyon korán elhunyt spanyol náthában. És Karinti Gábor volt a költő a családban, csak sajnos beteg volt, és ő is elég korán meghalt. És meg is őrült sajnos. És ez most hány Karinti? Ez 4? Ja, én vagyok az 5., azt elfelejtettem. És Bornai Tibor az én, 5 Karinti és én, mert hogy ő állította össze a műsort. És ez egy zenés irodalmi est. Karinti művekből olvasunk fel, szavalunk, és Bornai Tibor dalait, az oda kapcsolódó dalokat, tehát az 1920-as, 30-as évekbeli dalokat énekeljük. Emlegettük a Karinti Színházat, ami édesapádnak volt szívügye. Hát élt-halt érte, és gyakorlatilag rajtad kívül ő volt az édes gyermeke. És ma milyen közöd van a Karinti Színházhoz, illetve hogy őrzik ott az ő emlékét? Hát a Karinti Színházban én most jelenleg színdarabokat fordítok, az angol nyelvtudásomat hasznosítom, és most fordítottam le egy készülő színdarabot, meg fordítottam, most volt a Színházi Olimpiához csatlakozott a Karinti Színház is, és 3 napig mesemondó fesztivál volt, és ott is lefordítottam az életrajzukat a fellépőknek. Tehát én így az angol nyelvtudásomat hasznosítom, és hogy él ez tovább? Hát több, nagyon szépen, például az első, ami nagyon megható, az az, hogy a Csóka utcai megállót elnevezték Karinti Színháznak, ami nagy dolog, és szerintem édesapám nagyon boldog, most fentről örül neki. A másik, hogy készül, majd lesz egy szobor, tervbe van véve, hogy édesapámról készül egy szobor a színházzal szemben, vagy mellette. Azt még nem tudjuk, hogy egész alakos lesz, vagy csak mellszobor. És kint van a festménye, a kint lóg, a Gyémánt László festőművész által festett portré. És az igazgató Olt Tamás az irodájába készítetett egy másolatot is róla, ami nagyon megható, és ott tehát az íróasztalom mellett ott van apukám, ugyanaz a festmény, csak a másolata. Kint lógnak a falon az apukám képei, az egész élete, gyerekkorától egészen a haláláig. Mindenféle meg, hát, még a hangja is ott van, ha ja, én jól igen. tudom. Ja, és minden előadás előtt az ő hangja mondja be, hogy kérem, ne felejtsék el, ugye nem felejtik el kikapcsolni. Ez volt az a híres mondata, és most is az ő hangján szólal meg. Mármint a mobiltelefonokat. Igen. Igen, igen, igen. Igen. Szóval milyen vendégsereg? Ja, és bocsánat, igen. Még egy, hogy az is megy tovább a színházban, az a hagyomány, amihez apukám ragaszkodott, hogy mindig legyen 1-2 Karinti minden évben valamelyik Karintitól, és most Olt Tamás a bűvös széket rendezte meg. És hát a tanár úr kérem is még megy évek óta. Hát akkor lehet mondani, hogy méltó módon viszik tovább a Karinti család és édesapád örökségét. Kik jártak hozzátok? Mekkora volt a felfordulás ilyen irodalmi, kulturális és egyéb közélet szempontjából? Hát ez jó kérdés, mert hozzánk, nekem 5 éves koromban elváltak a szüleim. Tehát nekem nincsenek ilyen emlékeim. Csak egy emlék, hogy összegyűlt a nagy család, a Karinti, tehát Karinti Ferenc, nagypapám, akire nagyon jól emlékszem, feleségével, Ágival, a nagymamámmal, és a másik, az anyai ágon is
az is érdekes, mert az is írói ág, mert Gyárfás Miklós volt a másik nagypapám, tehát a anyai ágon édesanyám, édesapja, akinek a nevéhez a butasságom története Rutkaival, és a tanulmánya, igen, és tanulmánya nőkről, és sorolhatnám hosszan kapcsolódik, és a karácsonykor így összegyűlt a nagy család. És ami érdekes, hogy Gyárfás Miklós tanítványa volt Karinti Márton édesapám, és így ismertem meg anyukámat. Ez a szerelem, ez így született. Mennyire lesz, hogy nem jó a szó, de talán kifejező, mennyire nyomasztja a családot a Frigyes személyisége? Tehát, hogy ő egy ilyen korszakos zseni, akinek a... Hát, nem csak a humort, nem csak a regényeket, hanem verseket és fantasztikus darabokat és Mici Mackó fordítást és mindenfélét köszönhetünk. Igen. És úgy tudom, hogy ezt a Mici Mackót, ezt így családilag is valahogyan viszitek tovább. Igen, most itt a kisebbik lányom, Julcsi, aki mellettem ül, most mondta nemrég, hogy bennük szerintem még annyira nem tudatosult ez a név. Csak legutóbb az iskolában a Mici Mackót olvasták, és mondta nekem boldogan, ragyogó arccal, hogy... Mit mond? Elmondod? Zavarban van. Szóval azt mondta, hogy na hát, felkiáltottam, hogy ezt az ükapám fordította, Karinti... Nem, akkor nem így mondta, mindegy. Valahogy. A lényeg, hogy egy szívet tettél körbe. Nem is ez volt igaziból, hanem az, hogy a suliban, a nyelvtankönyvemben ott van egy részlet a Mici Mackóból, és oda volt aláírva, hogy a Milne Mici Mackó zárójelben fordított a Karinti Frigyes, és én a Karinti Frigyes feliratot beszívecskéztem. Így. Hát ez így volt, bocsánat. Igen, akkor hát így. Akkor egészen pontosan most már tudjuk dokumentálni, igen, hogy ez akkor hogy volt. Igen. Igen. Ja, és még annyit, hogy nem tudom, hogy tudják-e, de hogy igaziból nem is a Karinti Frigyes fordította, hanem a testvére Emília, aki három nyelven beszélt, Frigyes egy nyelven se beszélt igazán jól, és a Mici név onnan született, Emília, annak a beceneve Mici volt. És a Miciből lett, a Winnie the Poohból lett, igen, a Mici Mackó. Tehát igen, igaziból az Emília és Frigyes műve együtt. Tehát Frigyes, jól hangzik. Igen, ezek ilyen kultúrtörténeti érdekességek. Nagypapádról, Ferencről, vagyis Ciniről, ahogy a kortárs irodalom meg a barátai ismerték, milyen emlékeket őrzöl? Vele kapcsolatban őrzöm a legtöbb emléket és a legszebbeket. Igazán ő állt hozzám a legközelebb. Így hát édesapámat ismertem, és Cinit, és 16 éves koromban hunyt el Cini Karinti Ferenc. És hát minden nyarat Leányfalun együtt töltöttünk, és rengeteg emlék fűz hozzá. Mesélt nekem minden délután, a nagy pocakjára felültetett, és mondta történeteket, mindegyikbe beleszőtt engem. Átúztuk a Dunát, a Kacsa-sziget szemben található Leányfaluval, és oda együtt húztunk át. És ezeket a történeteket egyébként, hogy mindegyiket nem mesélem el, mert a karinti estünkben nagyon sokat mesélek Ciniről is. Na, az egyiket meséld el. Az egyiket? Hát, na jó, csak akkor így ellövöm. Nem baj. Szóval, nagyon szeretett lengén öltözködni, mondhatni. Tudtad, hogy ezt fogom, jó. Julcsi tudta, hogy ezt fogom mondani. Ez egy családi legenda már. Szeretett alul öltözködni. És nagyon vicces a magyar nyelv, hogy azt mondják, hogy alul öltözködni. Ez azt jelenti, hogy alul sem. Alul nem öltöztél fel. Tehát ő szeretett úgy pucéra mászkálni, és így a saját otthon, Budapesten is, Leányfalun is, egy vastag sövény borította a kertjét, tehát nem is lett volna probléma, csak arra nem számított, hogy a Dunán elhaladó hajókon bemondják, hangos bemondón, hogy hölgyeim és uraim, ha balra néznek, láthatják, amint a híres Kossuth-díjas író éppen alkot a nyaralójában, és hát a távcsőben mást láttak éppen, ahogy fejveszve menekül be a nyaralóba. Hát ez az egyik ilyen híres történet, de sok ilyen van egyébként, amikor alsónadrágban
a zászlót lengette a Ménesi úton, és nagymamámnak szeretett volna valami fontosat mondani, aki a szemközti iskolában tanított, és mindig azt mondták a diákjai, hogy tanárnő, kérem, nézzen balra, a férje éppen egy zászlót lengete alsó nadrágban, valami fontosat szeretne közölni, és akkor a szünetben nagymamám hazarohant, mert az iskola 3 percre volt az otthonától, és elmondta valamit. Hát a nagymamám volt a titkárnője, és a legfőbb bizalmasa, és ezért valamit az írásával kapcsolatban közölni szeretett volna. Ja, és van még egy, bocsánat. Igen, figyelek. Nem, azt nem. Mindent azért nem. Nem, azért minden nem. Ilyen családi titkokat, ezt így csak a lányaim tudják. Szóval, hogy milyen társaság járt, hát nem is, ha nem is hozzám, de nagypapámékhoz, az egyik ilyen történet az, hogy édesanyám éppen felújították a lakásukat, és édesanyám Juli betegen 40 fokos lázzal feküdt az ágyában. És nagypapám bekopogott, hogy Julikám, szedd össze magad, itt van Arthur Miller. És hát megszokta anyukám az ugratást, hogy mindig poénkodik, és mondta, hogy persze, hagyjuk, hát itt vagyok, izzadtam betegen, ne poénkodj, és belépett Arthur Miller, és mondta, hogy how do you do? És anyukám mondta, akkor ezzel kapcsolatban nevettek, utána nagyon jó kapcsolatban maradt Marcival. Tehát ők a válás után is élete végéig, Marci élete végéig nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltak, és mindig azon nevettek, mert szerették kiszínezni a történeteket, hogy ha akkor ő csinosabb lett volna, és nincs éppen 40 fokos láz, akkor ő lehetett volna az új Millerné, mert akkor Marilyn Monroe már nem élt. És éppen szabad volt Arthur Miller. Hát mondjuk Arthur Miller az mondjuk tényleg egy elég híres vendég. Egyszer csak úgy betoppan. Igen, és egy elég izgalmas egyéniség. Igen. Gondolom az írásaiból igen. Azért. Mennyire vagy új budai? Tehát ez a Ménesi út nyilván azért elég sűrűn meghatározta a te mindennapjaidat. Az amúgy is egy irodalommal, kultúrtörténettel nagyon átitatott környék. Ott Illés Endreinek, meg nem tudom én, sokaknak, másoknak is ott volt háza. Szóval, hogy te ezt a új budaságot, vagy ezt mennyire érzékeled magadban? Most már sajnos nem vagyok új budai, de állandóan visszajárok. Itt van édesapám lakása, természetesen, és a Ménesi út, ahol felnőttem, ahol már említettem, 15 évet töltöttem nagymamámmal. Mindig megnézem, ott van az emléktábla, hogy itt élt és alkotott Karinthy Ferenc. És hát a Karinthy Színház is itt van. Tehát tulajdonképpen minden. Édesapám egész gyermekkora, felnőttkora, színháza, az egész élete, minden ide kötött. Tehát így engem is. Igen, ugye ez azért adódik, hogy valahogyan a Karinthy nevet tovább kellene vinni, és ugye ez lányok esetében Magyarországon nem szokványos, de ha jól tudom, ezt a idézőjelbe tett problémát ti megoldottátok. Igen, megoldottuk nagyon ügyesen. Én vagyok az utolsó Karinthy, és lány vagyok, és mivel 2 lányom született, ezért azt találtuk ki, hogy dupla nevet kapnak. Tehát felvették az én nevemet, az van elől, és az apjuk nevét, és így. 2-ös nevűek. Tehát... És mit szólt ehhez az apjuk? Hát szerintem büszke. Jó, mert hogy nem szokványos. Nem tehát, szokványos, hát az és volt főleg, a kérés. És főleg, hogyha Karinthy van elől, igen, akkor még váratlanabb. Hát az beszéltük meg, hogy igazságos legyen, hogy akkor a keresztnevüket ő adja, és így 2 keresztnevük van, és a második keresztnevet viszont én adtam. És akkor úgy hívják őket, hogy Karinthy Olá, mondd el szépen. Karinthy Olá Júlia Elza, Karinthy Olá Janka Liza. Na, hát akkor Isten hozott titeket igen. Is itt a mi kis beszélgetésünkben. Azt még arra kíváncsi vagyok, hogy a tanítás mellett mikor szorítasz időt fellépésre, mikor lehet téged látni, hol, merre, meddig. Járjuk az országot Bornai Tiborral. És legközelebb július 22-én Hódmezővásárhelyen leszünk, aztán lesz egy kis szünet, és szeptember-októberben viszont Szegeden, Kecskeméten, Móron és Bolyon is.
majd hallhatnak minket. Most Budapesten nem leszünk sajnos. Legutóbb novemberben Stockholmban voltunk, az volt egy nagyon nagyszerű élmény, mert a kinti magyar ház hívott meg minket ezzel az esttel, és hát ott állhattunk az emléktábla előtt, ahol Karinthy Frigyest Olive Krona professzor megműtötte, és a híres Utazása koponyám körül című regényét. Hát ennek kapcsán, ezzel kapcsolatban írta meg, az agyműtétéről szól. És ott állhattunk, és most márciusban pedig Zürichben és Bázelban voltunk, és ott is szintén a kinti magyar házak hívtak meg minket. Szóval, hogy van erre a műsorra igény külföldön is. Hát ez jó hír, meg hát az is egy fontos örökség szerintem a te szempontodból, hogy te jogörökös vagy, így például a Cini műveinek, vagy a Marci műveinek, az, hogy hol állítják színpadra, és milyen körülmények között, arról végül is neked kell dönteni, és például a Dunakanyar című Cini színdarab, aminek egyébként nagyszerű tévéváltozata is volt, nyugodtan megemlékezhetsz az alkotókról, vagy szereplőkről, szóval hogy akkor neked kell eldöntened, hogy ez hol játsszák és mint. Ezek egy ilyen nehéz döntés, vagy mindenkire boldogan rábólintod, hogy jaj, de jó, és akkor milyen jó, hogy játsszák. Én annyira boldogan rábólintok, hogy a jogdíjról is lemondok sokszor, hogyha látom, hogy olyan a helyzet. Most mutatta be Bagó Bertalan, ő rendezte a Dunakanyart, remek volt. Mateó bárban a Királyhágó térnél mutatták be, néhány szor fogják ezt előadni, és a Pesti Magyar Színházban is megy, és Szentendrén a Szinetár Miklós remek rendezésében kétszer is láttam, isteni, mindenkinek ajánlom, még most is megy, Szinetár Dórával és a férjével, Makranci Zalánnal. És ja, és közben még folyamatosan hívogatnak, és még készül egy-két produkció. Hát amatőr talán az nem jó szó, tehát, de sokan fordulnak hozzám, hogy csak szeretetből, hogy hadd csinálják meg. És én boldog vagyok és büszke, hogy ennyire népszerű ez a darab, és hogy megy tovább így a szellemiség. És hogy jött neked ez az éneklés? Tehát egyszer csak kiderült, hogy neked jó hangod van, vagy jött a Bornai, és azt mondja, hogy hát te tudsz énekelni, vagy jártál énektanárhoz? Csak jártam énektanárhoz is, sőt, kint éltem Amerikában, és jártam a Berklee College of Musicba jazz énekre és jazz zongorára is, így zongorázom is, kísérem magam. Zongoristának készültem, de aztán letettem róla, mert nem volt meg az a nagy lelkesedés. Eleinte 8 órákat gyakoroltam, aztán csak 6-ot, aztán csak 2-t, aztán heti egyszer, havi egyszer, szóval láttam, hogy imádom csinálni, de nem szeretnék ebből megélni, és most ezt úgy hasznosítom, hogy énekelek és kísérem, tehát olyan szinten zongorázom, hogy kísérem magam. Tehát akkor nem esett messze az alma a fájától. Azt nem tudom, azt majd eldöntik mások. Hát ha színpadon állsz, akkor az nyilván azt jelenti, hogy oda vagy való. Elmondanál-e nekünk mondjuk egy kedvenc haikut, hogy tudjuk, hogy mi az? Igen, hát van egy kedvencem, de az eléggé szomorú és megrázó. Ezt az édesapám halála után írtam. És akkor kerültem igazán közel hozzá. Nem volt túl közeli a kapcsolatunk, valahogy nem tudtunk egymásnak úgy megnyírni, ahogy kell. Írásban kommunikáltunk, és tehát nagyon érdekes kapcsolatunk volt. A szeretetet mi írásban fejeztük ki. Leveleket írtunk, igen. De ott volt a másik szobában, és akkor inkább írtál neki egy levelet? Nem, mert nem voltam, mert elváltak 5 éves koromban. Igen. És Amerikában évekig semmi kapcsolat nem volt, és ez nekem nagyon fájt. Most már utólag megbocsájtottam, hogy egy levelet se kaptam tőle. És ezt így őszintén elmondom, mert ő is a riportjaiban, ha meghallgatják, mindig arról beszél, hogy ő nem a legjobb apa volt. De így most már utólag megértem, tudom, hogy a színház volt neki a legfontosabb, az volt a családja. És így, hogy elment, akkor értettem meg, és akkor került nagyon közel hozzám lelkileg. És sajnos ez a Karinthy családban, lehet, hogy nem sajnos, hanem ez a sors, minden gyermek úgy érezte, hogy utána tudta megírni élete főművét a szülei elvesztése után. Addig senki nem merte bemutatni.
nem merte megjelentetni a műveit. Mindenki ezzel a karintisággal küzdött, ezzel az árnyékkal, hogy árnyékban élni milyen. Szóval, hogy nekem is akkor jelent meg a haiku kötetem, és akkor most elmondom, azt hiszem, ebben minden benne van, hogy milyen volt a kapcsolatunk. Ez egy haiku füzér, amiről már beszéltem, tehát több haikut összeraktam, és édesapámnak. Most ismerhettem meg önmagam, mély vízbe dobva általad. Cipelve nevünk súlyát, mit te is kaptál, végzem dolgomat. Tán már büszke vagy rám, nem látlak, de fentről hallom hangodat. Lekéstük egymást, mikor éltél, nem voltál, most nem élsz, de vagy. Hát ennyi. És akkor, ha már kulturális produkciót hallottunk, akkor talán hallunk még egyet. Talán, hogyha kislányom készen áll. Mert hogy akkor a karintiakon itt több generáción keresztül tud menni a művészi hajlam, és azt én tudom, hogy a gyermek énekel, már igen. Verset is nyert vele, versenyt is nyert vele. Igen, mind a kettő. Tavaly a nagyobb lett első a népdal versenyen, idén meg a kicsi. És hát ők úgy viszik tovább a karintiságot egyelőre, vagy úgy látom, hogy nagyon szeretnek játszani a szavakkal. Eszperentézünk, szójátékozunk, és mindketten gyönyörűen rajzolnak, festenek, és muzikálisak. Azért majd meglátjuk, hogy ez milyen irányba fejlődik. De hát, ha valamelyiknek van kedve énekelni? Hát, ha van kedve. Van kedve? Szeretnétek mind a ketten? Jó, csak egy mikrofon. Nem baj, mind a ketten énekeljetek. Mert csak megnézzük a hangot. De odaadom az enyémet, szíves. A csítári hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el a ló. Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek a tiéd. A mót látok az ég alatt, egy madarat repülni. De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én galambomnak, ne sírasson engemet. Arra alá van egy erdő, jaj, de nagyon messze van. Kerek erdő közepében két rozmarin bokor van. Egyik hajlik vállamra, másik a babáméra. Így hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. No, hát akkor szálljon generációról generációra a művészi hajlam. Hát, ha egyszer az új budai közönség, meg az a felvétel, amit kíván készült, egyszer ez még, hát ha egy hírest felvétel lesz, nem? Még az is lehetséges. Karinti Verának és nagyszerű leányainak köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük.